Amikor kicsi voltam, akkor a szüleim vendéglátással is foglalkoztak. Aztán nagyon sokáig elpártoltam ettől, mert filmes diplomára készültem. Viszont lett egy egészen sikeres televíziós vállalkozásom, és aztán ennek a megtakarításait végül tulajdonképpen egy ilyen hobbiként visszafordítottam a vendéglátásba, mert meg tudtuk menteni a Dérinét, ami egy abszolút csodás projekt volt, és az egész családom összefogott ért, hogy ezt meg tudjuk tenni. Nekem az az inspiráció, hogyha önmagamnak meg tudok felelni. Ezt nem tudom, mennyire érthető, de nagyon-nagyon kevés nálam, hogy mondjam, részletekbe menőbb és igényesebb embert ismerek, és ez nem feltétlenül egy pozitív dolog, mert borzasztóan bosszant a legapróbb hiba is mindenben. Ez segíti a tévés munkámat is egyébként, viszont a vendéglátásban, hogyha saját magamnak meg tudok felelni, akkor valószínűleg meg tudok felelni sok ezer embernek is egyébként. Rengetegen a vendéglátást felületesen kezelik, lazán kezelik, rábízzák pincérekre, szakácsokra, üzletvezetőkre. Nálam ez teljesen pontosan fordítva van. Nekem elképesztően magasak az elvárásaim, rettenetesen igényes vagyok, borzasztóan szőrszál hasogató vagyok. Mondhatnám, hogy elviselhetetlen szinte. És hogyha ezeknek a magas elvárásoknak én meg tudok felelni, akkor ez inspirál engem, akkor ez visz engem, húz engem előre. A Dériné sztoria 16 évvel ezelőtt kezdődött, akkor nyitottuk az éttermet. Azóta talán azt mondhatjuk szerintem, hogy nagyon-nagyon sikeres. Viszont általában nem értik, hogy mitől ennyire sikeres, és én viszont értem, hogy mitől sikeres. Mi nem konyhában és szervizben gondolkodunk, mi nem belső építészetben gondolkodunk, hanem mi egy központi élményben gondolkodunk, és erre fókuszálunk, aminek az előképe az a 90-es évek gondtalan, Beverly Hills-i, hollywoodi, Los Angeles-i éttermi élményei, hiszen oda jártam egyetemre, és ott kifejezetten figyeltem arra, hogy működik az éttermi világ, és mi az éttermek funkciója, amely tulajdonképpen egy szórakoztatás volt, és a szórakoztatás kell egy elképesztően magas színvonalra emelni, és ez nem csak konyha, és nem csak kiszolgálás, és fehérgesztyű, és fehér abrosz, és fények, és belső építész, hanem annál sokkal-sokkal bonyolultabb, és sokkal több. És ez adja a Dériné receptjét tulajdonképpen. Az éttermi ipar rendkívül összetett és bonyolult, és mondhatni még mindig nem értem pontosan az összes összefüggését, de itt a konyhai technológiától kezdve, a konyhaművészeten keresztül, a bárnak a funkcionalitásán, az egész logisztikáján keresztül elképesztően bonyolult, és nagyon-nagyon sok helyen lehet megcsúszni, de van egy pont, ami általában nem jön össze az éttermeknek, és ez a vendég boldogsága, a vendég szórakoztatása. Mi teljesen fordítva ülünk fel alóra, és mi nem egy standardizált vendégélményt adunk, mint egy csomó másik étterem, hanem az otthoni vendéglátást tekintjük mintának, és mindent ehhez próbálunk hasonlóvá tenni az étteremmel. Ez azt jelenti, hogy a vendégről nagyon-nagyon sokat tudunk már mielőtt megérkezik az étterembe. Rengeteg információ egyrészt megvan nekünk korábbról, másrészt pedig kiderítünk róla még mielőtt belép. És onnantól kezdve, hogy átlépi a küszöböt, onnantól kezdve a nevét, a kutyájának a nevét, a gyerekének a nevét, hol szeret ülni, mit szeret csinálni, honnan jött, és sorolhatnám, hogyha ezeket nem tudjuk, akkor megkérdezzük az ajtóban, tehát nálunk nem úgy levendék, hogy ne tudnánk a nevét. És aztán pontról pontra megyünk végig az otthoni vendéglátás menetén. Mi nem udvariasak, előzékenyek próbálunk lenni, hanem mi azt szeretnénk, hogy úgy érezd magad, mint hogyha egy barátnődhöz átmennél, vagy egy barátodhoz átmennél vacsorázni. Ehhez rengeteg tréninget kell tartanunk. Én egy nagyon pontosan kijelölt utat látok. Úgy érzem, hogy körülbelül 60-70%-át értük el jelen pillanatban a 15 év alatt annak, ahova én el szeretnék jutni. És pontosan emiatt minden nap legalább egy órás, óra 20 perces tréninget tartok a kollégáimnak. És van egy durván 130 oldalas bibliánk, ahol precízen pontról pontra írásban is pontokba van szedve, hogy mire kell figyelni, és hogy hogyan szeretnénk dolgozni. Ha egyetlen tapasztalatot át kéne adnom valakinek, aki most akar éttermet nyitni, akkor az az egyetlen egy legfontosabb alapelv, hogy mindig a vendéglátó irányít, a vendég hátradől és szórakozik. Ha valaki ezt fordítva gondolja, tehát ő úgy gondolja, hogy a vendég irányít és a vendéglátó kiszolgálja, akkor ő kudarcra van ítélve, viszont hogyha betartja ezt az alapelvet, akkor nagyon-nagyon közel kerül a sikerhez.